A hagyományokhoz hűen idén is közösen hirdette meg az Alba Régia fotópályázatot a Voke Vörös Marti Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a MÁV Fotókör. A kiírás szerint a pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül. Ez a fotópályázat 98-ba indult, és 2 évente került megrendezésre. Székesfehérváron nagyon sok, nagyon jó fotós van, viszont kevés lehetőség, pályázati lehetőség. Akkor ezt elindítottuk először, mint városi fotópályázat, majd az érdeklődés miatt ezt kiterjesztettük régiósra, most már országos, tehát az ország minden tájáról küldhetnek képeket. Én azt gondolom, a kiállítások önmagukért beszélnek. A pályázatra olyan képeket várnak, amelyek a korábbi Alba Régia pályázatokon nem voltak kiállítva, valamint más fotópályázaton nem voltak díjazva. Mesterséges intelligenciával előállított fotókkal nem lehet pályázni. A pályázónak garantálnia kell, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal rendelkezik, és ha szükséges, a felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is tudja. A pályázatban pedig az van, hogy ugye két kategória, fekete-fehér, és első részbe digitálisan kell beküldeni a képet, és itt meg van szabva, hogy 1920 hosszabbik oldal pixellel kell beküldeni, és amikor a zsűri már döntött, kiválasztotta a falra kerülő képeket, akkor bekérjük a nagy méretbe, de mi hívhatjuk elő. És hát mi paszportozzuk, mi rakjuk föl a falra. Az Alba Régia fotópályázatra beküldési határidő szeptember 15-e vasárnap. Az eredményhirdetés a zsűrizett alkotásokból nyíló kiállításon lesz, október 26-án szombaton 15 órától.